Aranykövető aranyrajongók, már itt vagyok, ragyogok, érted? Jó nézel ki, te is, drága. Nézd, hogy pontba, látod? Tudod, hol vagyok? Csicska lakótelepen, Monakózba. Anyukám, megyek a Übaldiba. Érem a hülyeség. A hűtőt. Tudod ki? Pereg a lóvé, pereg! Anyád úristen itt! Most képzeld el! Márjában. Itt vannak, itt vannak Ungarista vircaftos ismerőszök, itt a franciák oda az űrök. Ilyen, folyik a sampány, meg a így eszik. Van a rák, minden. Eszik a rákollót, előkelő étterem, Chanel papuc, minden van, anyám. Hát olyan előkelőben van. Számo, itt szembe, nézek. Láttad ezt? Ezek meg a csicskadaruk, mert sose állunk meg. Itt az Hotel Fairmont-nál, mert szóval van rák, minden, te olyan puposzkodás folyik, érted itt a Nikki Beach-en, te bé... Te is akkor ilyenkor eszik a milföjt, érted? Vagy a madártej. Il flottant, anyukám. Nekem lenne madártej, ez én nekem így. Il flottant. Akkor figyelj ide a következő a technikát. Ha előkelő vagy, először is, ha puposzkodol, akkor minden étteremből ezt a sok hülye kaját mutogatod. Érted? Mintha világéletedbe éheztél volna. Én nem tudom. Biztos ez a... Pedig a lóvé, ha étteremben eszünk ezéken, de amikor a milfőt érted, akkor belenyomod a villát, lassított felvétellel, kapaszkodjál meg, és hagyod, hogy így látszódjon látványosan, folyjon ki a crème de la crème, est-ce que tu comprends? Vagy, ha pezsgő, ugye, pupos a pezsgőzés, sose felejtsed el, na, anyukám, what is this? Pupos pezsgőzés van, akkor bumerángba kocintod a poharat. Bumerángba, érted? De nekem ne a parasz pezsgőt így ad, a mai sandont. Ha! Nevetséges vagy. Nem. Krisztál, vagy Dom Perignon, és a következő van. Megfogod a poharat, megfőszólítod az összes ismerőst, fogod te is a csicska poharadat, és kocsés vissza, bumerángba kocsés vissza, és a fővétel fölülről készül. Legyen már eszed, hát ne haragudj, nem tanulol semmit, jó nézd. Érted? Szóval így kell csinálni, érted? Megmutatni, hol vagy, mit eszel, mit iszol, érted? Szóval ez a lény, milyen papucsod van, mert már egy cima havanyezben eljátszod már meg magad. Hermes papucsba vagyunk, jó? Te? Hát halálosan élvezem, megmondom neked a őszintét. Megmondom azt is neked, nagyon frankó. Megmondom neked nagyon őszintén. Na, várjál, jövünk az Übaldiba, az itt lesz lent, itt majd lekanyarodom. Érted? Hogy ezt az öreg cilánál nem fogadni. Ez világtól kezdve minden más meg a franc nem lehet el. Főfordul a cilá. Ja, jó, 3,5 tonna, azért bocsánat, annyi nem vagyok. Jó nézek. Szóval ezt nem fogod nálam látni. Engemet ez nem érdekel, érted, hogy a milfőben a habot hogy vágom. Ellenben elmegyünk Ezvilástól kezdve, Kapdáig mindenfelé, és olyan dolgokat fogok megmutatni. Ki egy pupasz lesz, de az izét... Várjál már, kérnézzek, itt vagyok, várjál, várjál már. Itt az Übaldi, én ide jövök, mutatom neked, főfelé kell menni. És azt mondom neked, hogy itt nyílt egy új parkoló, úgyhogy ha te ide lejövöl, itt tudod, amikor... Formáid van, akkor ez le van zárva, de amikor te ide lejövöl, akkor anyukám, most mondom, hogy van egy parkolód, érted? Lejössz onnan jöttünk le, ott a 3,5 tonna, innen fordulol le, és akkor te ide le tudod lökni a kocsidat, és én Übaldi zárva. Putain, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils sont fermés? Regarde, hát várjál már, regardolom oda magam. Franc. Lehet, hogy Szabi vannak. Csicska Übaldi sok. Na, hát te megőrülsz, megvadulsz. Te követőre nem tudod elképzelni, hol vagyok, anyukám. Berobbantam, érted, mint a Héli üstökös. Berobbantam ide a Monte Carlo Bay-be, resort. Resortban vagyunk, ne tudd meg. Ja, meg, ja, de hogy miért? Megkaptam a fülest, de várj, a resort.
mindenféle medanszé van itt, minden lapiszín, nézek. Ja, ezeket imádom, látod, hogy ilyen cserébe lökik a növényeket. Na most itt puposítok, de ja, hogy miért? Mert kaptam a fülest, kapaszkodjál meg, hogy tudod, hogy nagy izé, nagy bízus a szila, braszlés, és lökök föl egy izét, egy braszlét, és hogy itt lehet kapni olyan kanikarkötőket, tudod, amilyen halál, tenger, napfény, nem tudom mi, és akkor most arra gondoltam, hogy izé, hogy ezeket én megnézem, hogy mik vannak anyukám gyöngyöspattán. Engedjél már be, majomárt, oda néz. Ki, mekkora illatosszító, jól nézel ki. Várjál már, na, cicka idő lejárt. Te, oda nézzél. Ja, mert hogy mindenki puposítja magát, amikor izé van. Haláljuk ezek a képek, néznek. Louis Vuitton keretbe. Billionaire of the year. Mit akarol? Vagy ez? Nézd meg. Ez meg Hermes. Ja nem, ez is Louis Vuitton. Ki, puposzórák, minden. Állítólag ebbe a kis izébe, Drugász, ebbe a kis butikba lehet kapni. Nézd meg, ezeket akarom megnézni. Ezt mondták nekem, igen, hát ezt mondták nekem, hogy halál előkelő kanikarkötők vannak, és hogy tudod mi a halál motivációja? Kérlek, szerette, ja, ezeket csipálom, ezeket a színeket. Kérlek szépen, nem más, most meg fogol települni, mint a vitorlázás, érted? És akkor vannak ilyen ízik különböző, jaj, ez már nem az szerintem, ezek azok, látod? Zedez, anyukám, mi már átrendeztem a bótot, nézek, bejöttem a bótba, mondom, te muci, tedd már ide nekem, nem kirakatból kelljen ezt mutatnom. Szóval nézek, azt imádom benne, hogy vannak színek, látod, nekem ez a narancsárga nagyon tetszik, és akkor nézd, ja, ezek, várjál? Ilyet kéne beszereznem, ez ilyen csavaros, na ezt majd megmutatom otthon. Ezek mind férfiak, látod? És akkor válogathat, divatolhatsz a színekkel, meg amit akarol, nézd meg. Figyelj, ez nekem most úgy be... Ez mi ez a vastag, anyád úr? Ez karpereces. Ja, és akkor vannak a... Ja, mert van ez a Kani Collection, ez pedig a Kisnő Collection. Fú, azért ezek is, mert ez ezüstből van. Ez is milyen jól néz ki. Ki? De szép ez. És ez ezüst, megnézek ezek a köveket. Tudod meg, van egy ilyen pupos ékszerházának. Lombasté, hát tudnám mi van, érted anyukám, már basztéznek itt mellett. Ez meg is akkor ilyen halász, és ez monakói, látod, ez innen, ez egy helyerő, ez nem viszkedjél már, ezek a szürkék is milyen jól néznek ki, látod? Csí, anyám, nézd. Jó, csilogos a Cilla, te, olyan vagyok, mint a sarka, nézd meg. És akkor spéci bőr, és ezt mind itt tervezik Monakóban. Ezért mondom, ha te jövöl ide, de akkor muszáj olyat venni, de ami helyi erő. Érted? Mondjuk szerintem, hát én majd be... Te, ha más nem a kanikat, én beokizom a webshopomba. Valahogy meg kéne találnom, hogy itt kikivel van. Ez nagyon tetszik nekem. És én nem hiszek ebbe, hogy jaj, ez női, de hogy női. Az a női, amit nő vesz föl, ne vészkedj. Amit kani, az meg kani. Ne vaduljál meg. Ez is milyen gyönyörűek ezek a kövesgyűrűk. Nézd meg. Fú, finom kis darabok, mit nem mondjak. Na jó van, Kamem, ezt akartam megmutatni, hogy ilyen helyi különlegességet ide lő ki a követőnek, rajongónak. Halál jó volt ez a kollekció. Te napszembekbe botorkálok kifelé. Úgyhogy csak ezért akartam... Te. Ennyi gyereket? Viszik, rongyol a kanapé, megőrülsz, megvadul. Csak ezért akartam ide bejönni, mert mondták nekem, hogy Cilla, itt lehet ezt a kárkötőt kapni, úgyhogy most ugye le is vadászok egy párat. Jó nézek, hogy meg tudjam neked mutatni. Várjál már, jönnek a hátam mögött a nidegbe, hogy nézd, csír, micsoda szobrot. Halál jó néz ki. Fele ott van, fele itt van, várjál. Hol a kocsim? Ja, várjál, a mély garázsban vagyok. Akkor mi? Menjünk már le. Csicska Mercedes, hogy mi ez? Öreg Cillának a izéje, robogója, hó van már. Ja, itt megyek le a mély garázsba. Figyelj, halálosan koncentráljál a Cillára. Viszlek mindenhova. A milföjt vágod, jöjj. Koma? De várjál már, aranykövető rajongó, jövök ide a szabletra. Ezt hívják szabletnek. Szablet az a homok. Tudjad már. Most ezt megépítették, nézd meg, előkelő lift van, meg minden. Figyelj, tartod a vonalat? Nézd, te, ennyi babakocsi a földön itt. Hát jó lenne, ha engemet ide... Ah, pardon, már ugok belétek, anyád úristeni. Je descend, plás szablet, anyád.
Menjél csak egy emeletet lefelé. Nézzek, itt újabb több száz babakocs. Majd te tudtik, mit tudom én, mit mond a olasz kislány, hát megőrülsz, megvadulsz. Na jó van, lejöttem ide, te. Mentem egy kört, mint gólyahír a leve. Na nézzek, Mari Zsozé, azért csak elő egy képet. Mondjuk, anyám, egy kis napfédőt lökjéfő, mert szénné vagy égve, csak szólok, jó? Mert utána meg visszitol, hogy otthon érted a lepedőre, nem tudod lefeküdni, mert rommá égett a vállat. Használjál napfédőt, használjál egész nyáron napfédőt. Mondtam neked a pupos Lancaster, tudod fújni is, halál előkelően, hajtógázas, kihajtja rád, aztán nyugiba vagyol. A drága arany követő rajongó, hogy mi történt ma, kérdette, az ég adta világon semmi. De figyelj, ja, itt egyébként, nézzek itt az árkádok alatt, ott megmutatom majd neked, ott halál jó kis bárok vannak. Tehát, ha itt vagy Mantomba, lejössz ide, két kikötő van, ez a kicsi, most a kis kikötő, bár jó, hogy itt van, nézzek, szóval ez ilyen ladikos, ez nem mi vagyunk követő, mi tudod, ja, mi nem ladikosak vagyunk követő, mi ez ilyen szándolínok, érted, mi jaktosok vagyunk, tudod, lölőszek vagyunk, jaktosok, most ne akarja engem már belökni egy ilyenbe, te elment a teszed, te ezt komolyan gondolod, ezt te most komolyan gondolod nekem, vagy a Matthias, mondjuk ha jó néz ki a Matthias, de hát akkor se, te nem tud olyan jó kinézni, mint a lölő, érted, jaktos a cila.